Bobby ilyesmit lát. Ó, lát mindent, remek. Na, én meg már be is jelkeztem elvileg képbe, hangba. Üdvözlök mindenkit, üdvözlök Fischer Zsolti, Gerle, Zsolt Game. Na, már eléve most mondom, hogy Katalinnál is megy a stream, ugye ott van a linkje, aki még nem tudná, de biztos ti tudjátok, ott van a linkjét, vagy hát fel vagytok iratkozva, de aki nem tudná, ott van a linkje a videó alatt. És itt van velem még Gabesz, tehát hárman vagyunk itt hangban. Sziasztok! Szia Katalin! Szia Gabesz! Na. Szia Katalin! Na, most ugrottunk itt össze, hogy levisszük. Hát én úgy ott tartok, hogy nekem ugye 9-et már megcsináltam a 12-ből, szerintem Katalin egyet se, Gabesz meg talán 2-t, tehát úgyhogy egy kicsit ilyen vegyes felvágott, de... Na. Na, közben én is indítottam a streamet, szeretettel köszöntök mindenkit. Itt van velünk Axel és Gabesz is. Na, sziasztok! Én is beköszönök. Megköszöntem Katalinhoz, mert ugye Katalinnál megy a stream, webkamera meg minden. Webkamera meg minden. Oké, okay, köszi Vazoszki a lájkot, dobjatok Katalinnak is. Én köszönöm szépen, már 14 lájknál tartok, főleg Vazoszkinak köszönhetően gondolom, de Katalinnál is toljátok meg azért. Köszi arra is, hogy köszönöm. Na, és hát mindjárt összeugrottunk. Ugye hát ami lényeg, ugye Katalin elmondja, jobban el tudja mondani a nő létére, hogy miről is szólhat ez a rózsaszín szalag. Hát lényegében a mellrákkal küszködő hölgyemények miatt van ez lényegében, ez egy szimbólum. És a világnapjuk van. Ja, és ennek mostanában van, volt, vagy lesz majd a világnapja lényegében, ez az október, ez majd csak nagyon sok helyen erről szól, különben kicsit utána néztem neten. És hát ennek alkalmából, vagy hogy szokták mondani? Hát nem alkalmából, csak ehhez igazodva készítették most ezt az évben. Tehát szia Gerle, szia Vazoszki, itt van Zsolti is velünk, szia kacsám, itt egy kacsa is. Szia kacsa. Szim egy, igen, Zsolti. Hát azt nem értem, Gerle, mit kérdezi, oda-vissza lehet vinni. Hát csak annyi, hogy mindjárt mutatom, hogy csak közben most ugrottam még át ide Münchenbe. Münchenben vagyunk, tehát a Szim 1-es szerón, Münchenben vagyunk, innen indulunk. Jó. És akkor én is most ugrottam ide át, és hogyha megnézzük, milyen fuvarok vannak. Rövideket érdemes. Várjál, én azt mondom, hogy... De miért nem látok egyet se? Vagy vége lett az eventnek, gyerekek? De találtam Grácsba. Hát jó, az nem a legrövidebb. Ahogy vége legyen már. Nem, mert van még csak... Legrövidebbeket kerestem, és rövidet nem, de mindjárt álljunk egy frissítést. Legendő. Mert még ugye néztük, hogy ilyen 200 kilométeresek azok úgy vannak, és azt azért... De most nem találok ilyen nagyon rövidet. Hát akkor... akkor én Grácsot találom a legrövidebbet. Gyerekek, Grácz! És az... És nálam is este van. Az lehet. Szeva, Csoni! Hát igen, de most még délelőtt is voltak ilyenek, most éppen itt nincs ilyen. Hát reméljük, hogy másik városban majd lesz, de itt most pont nincs ilyen. Úgyhogy aki szeretne jönni, akkor Münchenben vagyunk, a Szim 1-es szerón, és Grácsba menő fuvart nézzük ebből a fajta rózsaszín szallagos kihívásból. És hát szeretnénk, hogyha meg lenne. Gabesz, neked? Kéne, hogy lássad. Neked kéne, hogy lássad. Köszi semmi, Csoni! Azt csináljuk szeretném ezt. Megkérdezni nálam, okay, a nézőket, hogy minden rendben van-e, hallanak engem rendesen, illetve az Axelt is. Uh-huh. Játékot is, hogy szóljatok, ha szia, valamit kacsa. Nem hallatok. Minden rendben van. Szia, IT. Van Grácsom. Igen, hát nálam valószínűleg, de hogy Katalinnál jó a minden. Mert ő mostanában kihagyott egy kis időt, és ő neki köszönöm, mindent kacsám. Összedugdosni, meg mit tudom, tehát ő nála azért, mert hogy én streameltem, egy órával ezelőtt fejeztem be, tehát olyan sok minden nem állítódhatott el, de na, üdvözlök mindenkit! Mindenkit. Na. Beköszöntem a okay. Szerverre. Jó, jó.
Na, köszönöm szépen itt a feliratkozást. Van, itt van Grác, akkor Grácot el tudjuk fogadni, mit gondoltok? Na várjál, akkor nézek én. Mert is. Aztán az a baj, hogy itt ja, sziasztok. Hello. Meg közben itt... Botos fuvar, ugye? Hát, ja, World of Tarkus, igen. Külső. Grác. Hát ott nekem, fú, hát a vissza, hátul az ötödik, ha jól számolom. De nem találok rövidebbet, mert azért voltak ilyen 200 kilométeres, ez meg 400. De... Hát nekem van Grácsba, csak én nem azt, tehát nem azt kell szállítanom. Hát, nekem Párcsban, várj, távolságra de csak a szallagosat nézed, tehát... Igen, azt nézem. Csak azokat. Több is sincs, de... De van Grácsba, van. Hát az elvileg kéne, hogy legyen. Akkor Gabesz neked is, ugye? Aha. Na, akkor nyomjuk rá, meg hát aki még hallotta. Majd beszélünk, Johnny. Köszönöm szépen, Wazowski. Ja, gyors tankolásra is még elpattanok ide. Még mindig hangos az Excel, pedig már levettem a hangerőt az OBS-be is róla. Vegye, hát tényleg vegyétek le, igen, nekem szokták... Hát egy férfias hangja nekem van, szokták gyerekek. Mondani, hogy nekem ilyen... MSMR, vagy minek hívják a mikrofonom, tehát, hogy ilyen apró zajokat, hogyha én elkezdem nyalni a fagylaltot, vagy a nem tudom, és hát akkor azt is lehetne hallani, hogy mit csinálok. Hopp, tábla majdnem röpült, se baj. Na itt egy Gerle is, jól van, szeva Gerle. Nem tudom, hogy ő Grácos fuvart megtalálták-e. Jól, itt van Gabesz, Horda, Transzos Gabesz. Jól van. Köszönöm szépen a feliratkozást. Akkor mi meg mehetünk. Mehetünk felvenni a... Szevasz, Róka! Széles utat. Jó, köszönjük. És most mindannyian ráhuppanunk egy cuccosra. Jött is egy Zsolt game, mindenki itt van. Jól van, örülök neki, hogy összejön a konvoj. Örülök neki. De Zsolt game, ő miért olyat, vagy lehet, hogy nem olyat. Na majd kiderül, hogy mit visz. Szia, Johnny! Nem, neki is. Nem, neki is ott a szalag. Jól van. Jól van, csak nem egy helyről visszük. Ki azt viszi. Jól van. Okos fiúk vagytok. Okos vagy, fiúk. Okos vagy Zsolti. Ülj előre. Szia, Kata. Állj, így az, hogy felugatom a szerűzbe. Wazowski, eljött még a te időd. Jó, hát ugye látjátok, tehát ez erről szól, mindenki ugye ezt a fuvart kell vigye, nem véletlenül viszi is mindenki, ezt a kis rózsaszín szallagot. Jó, most akkor úgy megyünk, hogy szabályosan, jó, akkor megállunk. Így van. Megállunk piros lámpánál. Nem is néztem, hogy mit szállítunk. Az nincs is odaírva szerintem. Majd... Annyi van, hogy pink ribbon goods, ennyi, 20 tonna. 20 tonna rózsaszín szallagot viszünk, tehát tényleg ennyi az egész. Tehát nincs olyan, hogy most csomagoló anyag vagy valami, tehát ez... Szóljátok, majd nem tudom, a lámpáknál lehet, hogy valakik lemaradnak, úgyhogy majd akkor összerázódunk utána. Vagy átjöttök, vagy átjöttök. Igen, én most kaptam. Azért, de hát, hogyha akarod átjössz, hanem akkor meg akkor összevárjuk egymást. Te magumi kacsa? Várjuk össze egymást, a Gabesz is most utad be, szerintem megy a fuvarért. Ja, még nem vetted fel, Gabesz? Jó, akkor itt lassan megyek, 20-30-al megyek, és akkor... Itt összevárjuk. Csak majd, hogyha jössz, Gabesz, itt vagy, akkor szóljál, ha már itt vagy. Na, most köszönöm. Most veszik fel. Szia, Sanyi!
Szia, James! Halli! Róka, szia! A kis Sándor, ő a Róka. Mert szoktunk, minden nap együtt játszunk. Á, piros a lámpa, mindegy, úgy se jön senki. Aha. Gabesz, hogy állsz? Sikerült? Ja, csak közben vannak itt, én nem. De megy. Szia, kedves Cyril Betűs emberke. Nem tudom, valaki tett nálam egy néző Cyril Betűbe. Csak nem tudom. Hát, jó. Mindegy, az... Már amúgy magyarul köszönt, úgyhogy... Ja. Délelőtt nagyon kevesen voltak, de most úgy most már azért mennek előttem is, utánam is, tehát azért csak összejött, meg most már nézem, hogy van 4500-an, vagy jól emlékszem, azt annyian voltak már a egyes szerón, tehát azért most már összejöttek. Aha. Volt délelőtt, ki is dobott minket a szeró, majd jött rá egy frissítés, akkor mindenki kiürült a szeró, tehát mindenkit kilökött offline-ba, meg ilyenek. Megyünk le jobbra. Igen, amúgy jó. Nem tudjuk, ki mit akar, de jó hangos volt. Jaj. Megkimentem a szalakorlát. Gabesz, te tudsz jönni? Vagy várjunk meg még? Megyek, mert csak közben vannak nálam itt a melóhelyen. Ja, hogy értem. A melóhelyen vannak nálad. Jó, nem értettem. Azt hittem, hogy így a kamion. Akkor viszont mehetünk, igaz? Ja, mondjátok, jövök. Katalin, te is itt vagy, igaz? Persze, itt vagyok, mögöttetek. Ja. Katalinra nagyon vigyázzatok, mert senki nem szereti, hogyha felöklelik, neki mennek, ő meg főleg nem. Hát én nagyon nem. Szia, Dexter! Atya, úristen! Látod, ritkán streamálsz, és azért... De nem tetted Dextert, alapból rég láttam. Hát, igaz. De gondolom, ha többet streamelnél, akkor többet látnád. Ja. Éppen most nézem egy kicsit az alvázom, az meg van húzva. Ezt most átvitt értelembe, vagy direktbe? Nem, hát a játék. Jó, hát csak kacsintottam közben, de ez nem hallatszott. Sőt, nem látszódott. Szia István, kapucska! Jó, hát én nyomom amely, ahogy tudom, 90-nel, és akkor mondom, ti is tudtok így jönni. Jó, vigyék. Aztán majd lesz valami. Jó az a váltás? És milyen volt a napod, Katalin? Vagy én már tudom, de azért... Igen. Hát de valami sztori mesélést nem akarsz? Hogy miért van az, hogy te most ráérsz, hogy otthon vagy? Le fogom halkítani ezeket. Nem kell, mert jó ez néha. Hát jó, csak... Hát ma szabad napom van. Aztán... Csináltunk a lányjal egy csajos napot, úgyhogy baromira örült, hogy nem látott suliba. Elkérezkedtem a tanártól. Aztán az lett a vége, hogy kapott egy óriási ilyen dragot. Úgyhogy hazajöttünk, megebédeltünk, és most itt vagyok. És most ő meg ezerrel játszik a sárkánnyal. De hát az a Facebook, aki tetted a fényképet, tehát a szeme is nevet, meg mindene, tehát az olyan boldog. Igen. Igen. Fogja azt a nagy sárkány. Sétáltunk hazafele, egy pillanatra nem engedte volna el azt a dobozt, de szerintem elég volt cipelni pedig. Hát előteszem, mert nekem sem volt még soha életemben ilyen sárkányom. Lehet, hogy én is veszek egyet, hát ha én is fogok egy örülni.
Hát, ha ilyen mosolygó szemeid lesznek tőle, arra kíváncsi lennék. Hát de tényleg csak egy kisgyermek tud ennyire örülni, tehát ez felnőttek már szerintem minket valahogy az élet így meggyepál, vagy valami, nem tudunk már ilyen felhőtlenül boldognak lenni. Tehát a gyerekek azok hihetetlenek. Lecsóval mi történt? Lecsóval nem történt semmi. Dolgozik. Dolgozik. Játszik ő egyébként, mert lehet persze látni, hát biztos, ti is látjátok biztos, hogy a Steamen, vagy valami, vagy Discordon, vagy valami jelzi, hogy mit csinál, de hát lehet ezt látni. Tehát játszik ő sokat, csak biztos most nincs kedve megnyomni azt a gombot, hogy streamelje. Hát igen, ez is kezd kérdésre, néha, de nálam inkább az, hogy sokat melózok, és hogyha itthon vagyok, akkor inkább beleszerelmesedek az ágyomba legtöbbször. Ja, és onnan eszek valami nasit, megnézem a tévét, tehát ennyire futja. A Flösser Zsoltinak mondtam, mert mondta ő is, hogy jönne majd, de megmondom, hogy hova is megyünk most. Várjál már, nem tudom, hova megyünk? Hova megyünk? Grácsba. Tehát Grácsba megyünk, és van még egy jó 10 perc hátra az útból, egy bő 10 perc. És tehát Grácsba lehet még hozzánk csatlakozni, és hát onnan mennénk tovább csinálni. Tehát, hogyha szeretnétek jönni bárki, akkor ezt a küldetést így csinálgatni. Ugye megyünk itt már eleve többen, most így a kis konvojba, de lehet hozzánk csatlakozni. Szín 1-es szeron vagyunk, és Grácsba fogunk tudni legközelebb találkozni. Így van. Ja, te már mögöttem vagy, Zsolt. Bocsánat, nem látok. Nem látok a szememtől. Jó van, Zsolti. Benjamin mondja, hogy én eddig két fuvart vittél le. Mármint, hogy te vitted le azt a két fuvart? Ja tényleg, itt van, így van. Hány fuvart kell levinni? 12-t. 12. Igen, mert itt van. Kelly ugye ő a Katalin, ugye, és akkor Zsolti, a Flösser Zsolti, akkor ezek szerint, és akkor hát Zsolt Game jön még velünk. Hát Gabesz, ő most lemaradt már. Hát mi munkaidőben van, munkaidőben tud játszani, ilyen munkahelyek is vannak. Miért én megkevesztem, hogy megyünk a világítások? Itt érdekel, hát meg egy másik Zsolt a Waberers-től. Igen, de szerintem, hát vagy olyat is látsz. Persze, ő is velünk van. Láttam egy, igen, Waberers, de... Ja, de ő az így, Waberers, uh-huh. Igen, őről beszélek, igen, csak az igenet nekem, mint a tabot megnyom, akkor sárgával írja a Waberers-t, és... Jó. Okay. Igen, van egy szutyogtranszos, két hordás, meg egy Waberers-es. Per pillanat jelenleg. Hát nem tudom, szutykok, ha nézitek a streamet, akartok-e hozzánk csatlakozni? Szutykok. Szutyok mesterek. Még nem tudom, mesélted-e már, hogy ez a szutyok nélsz honnan jött, vagy csak úgy? Én nem tudom, a srácok találták ki. Mert amúgy nekünk a horda az egyértelműen abból jött, hogy mielőtt nagyon sokat Seven Days to Die-oztunk, és ugye ott jön a 7 naponta a horda, igen. Tehát nekünk a horda transz azonnal jött, de igen, megyünk le jobbra. Hát akkor nekem a mai nap ezt a 12 fuvart le kell vinnem, mert úgy járok, mint a múltkor, hogy lekéstem az évintet. Igen, mert nem tudom, hogy valaki tudja itt közületek a chatem, hogy ugye megvan ott szabva, hogy kilométer szerint is mennyit, tehát mikor záródik le. Tehát ugye a múltkori is ugye túl hamar levitték az emberek, és nem tudom, egy-két nap alatt lezáródott, és akkor aztán ugye sokan nem tudták levinni, mert egyszerűen nem fér bele az időbe. És akkor újraindították, hogy akkor még azok is le tudják vinni azt a fuvart.
Újraindították? Azt abban volt igen olyan, hogy azt újra hagytak még időt. Mert egész egyszerűen annyira gyorsan csinálták az emberek, hogy egész egyszerűen nem volt idő senkinek. Grác, igen. Tehát ez a mindenki gyorsan-gyorsan derül. Hát igen, csak teltek ott a kilométerek, tehát sokan csinálták, és úgy rohamosan mentek. Hát egy kicsit elszámolták. Ugye, mint például én is, aki pont akkor reggeltől estig dolgozott, nem tudtam megcsinálni. Grác. Busz King G. Közben kérdezték itt. Igen, láttam én is. Akkor te vagy a CB magyar hangja, majd te fogsz velük beszélgetni. Igaz, hogy az én hangom mélyebb nekem kéne, de... Ennek... Let's go. Hát menjél. Ez meg Busz King Z. És lekvárt főztök, beíti szilva lekvárt? Vagy milyen lekvár van most? Hát szilva gondolom, mert az éri most gondolom. Igen, nagyon szügykös ez a franc. Mennyi van? 126 kilométer, 125. Nektek mennyivel vagy lemaradva? 155. 137. Hát akkor ez... Vagy lassítsak, vagy nem érdekes, vagy tudtok így jönni? Vagy lassítsak azért? Hát egy... Hát, hogy kamionosabb jellege legyen? Benne? Hát úgy, igen. Aha. Jó, benne. Akkor egy picit leveszem... Levettem így az ujjamat akkor a gázpedálról, egy picit akkor lassítunk, hogy akkor beérjetek. Egy hangyányit. Kérek stream után. Nagyon picit akkor, nagyon picit lassítunk akkor. Bejelennek minket itt a többiek. Így állunk 50, 142. Most vagyok 116, 115. Ja, nézem, hogy a tabot megnyom, akkor te még ilyen 500-al le vagy maradva 500 méterre. Hát akkor egy nagyon picit itt... Egy picit összevárjuk itt egymást. Majd most megyek át a kapu. Már milyen kapu? Én megyek át a kapu. Akkor majd kell. Ja. Tehát Zsolti, igen, itt van, szerintem... Itt vagyok. Ja, itt vagy Kelly, jól van, akkor már. Hát ugye a kapu az meg már. Ja, jól van, akkor köszönjük. Királyok. Na, szevasz, Petra. Mennek. Busz kinges. A busz, hogy megelőzött minket. Szóval nem tudom, tudja valaki, vagy megnézné-e valaki, hogy mennyi kilométer van még hátra az eventből, mert ugye hát itt is meg van szabva, hogy hogyha az letedik, akkor vége a lehetőségnek. Tehát nem tudom, ki tudja esetleg megnézni és elmondani nekünk. Mert nekem már ugye ezen kívül már csak kettőt kell levinni, de Katalin még ugye most csinálja most az elsőt, kettem. Tehát ő még... Ó, hát most hogy írjak neked a menetnél, a kis bogárkát. De hát már egyszer mondtam neki, hogy grátsz. Jó, mindegy, akkor nem írok neki. Nem fogja fel akkor. Veled mi zúj is, Petra? A DJ Tonyo? Vagy Toninho? Toninho, hello!
aki esetleg szeretne Katalinhoz átröppenni egy like-ra, egy feliratkozásra, ugye a linkje Katalinné ott van a videóm alatt, aki még esetleg nem ismeri Katalint. Nagyon sokat szokott ő is, hát nem csak RTS-ezni, hanem más játékokat, de például RTS-ezni is. Texter élvezed, mi? Itt a Tamás, a Tremmel Tomi nálam. Jó van, én csak neki jöntem. Nyílj fel! Na, én kösz, jó vagyok. Ti hogy vagytok? Mindenki viszi ezt a sok rózsaszín szalagot. Így van. Tehát nem lehet elégszer elmondani, hogy miről szól ez az event, a Melrák világnapja van. Azt hiszem így lehet helyesen. Vagy világhét, valami ilyesmit. Hát igen, minden napra végül is, az év minden napjára van valaminek a világnapja. Hát ez most ennek. És hát ennek kapcsán egy figyelemfelkeltés, gondolom így a világ felé, hogy hát létező dolog azért, mert hogy az emberek nem nagyon beszélnek erről, úgyhogy nem muszáj, de hát attól ez egy létező dolog. Szia, Vidra! Dexter nagyon élvezi, azt mondja. Petra, engem nem régen júliusban köszöntöttek fel a 96. születésnapom alkalmával. Mindig azt kérdezik, hány éves vagyok, de... És ez tényleg így volt, mert 1923 van megadva a Facebook oldalamon, de azt csak hasonlítésszerűen írtam be. De azért nagyon sokan felköszöntöttek. Amúgy 1918. 18, de tényleg 1923, és nagyon sokan felköszöntöttek a 96. születésnapom alkalmával. Egész nap erről szólt a chat, mindenki köszöngetett. Igen. Megszólalt Zsolti. Igen. Igen, annyi. Igen. Megyek rúgaszín ruhába, mint na-na-na, Vidra. Azt mondja, nem lehet Tamás világnap. Úgyhogy egyébként ez a legbiztosabb adat rólam, amit a Facebook ír, de mondjuk azóta már letiltottam, hogy ne látszódjon, mert félrevezető adat igazából, és azóta van azt leszettem, hogy ne látszódjon, mert hogy átvertem mindenkit a Facebook születésnapommal. Nem még a nap, meg a hónap. Hónap, meg a nap se stimmelt, nem az év se, de a hónap, nap se stimmelt. Úgyhogy. Hello, Efe! Welcome to the live stream. Szia, Dad! Toxer, mesterséges intelligencia, hangodul, ami 96 éves. Így van, hát egyébként én lány vagyok, tehát csak az a program, tehát van egy ilyen ingyenes program, ingyenesen letölthető. Egyébként Katalin meg férfi, csak így átvariáltuk a hangunkat, hogy meglepjünk vele mindenkit. Mellesleg, hogyha már témánát tartunk. Igen, mellesleg. Hát megyünk át a piroson, mert nem láttuk. Nem láttuk, hogy piros volt. Éppen belement volna egy bogár a szemünkbe. Mindjárt meg is érkezünk amúgy. Egy kilométer. Hello, Kratz! Szervusz, drágám! Kergetnek a rendőrök? Szegény Petrát most elüldöztem. Mi van? Kergetnek a rendőrök? Ezt most nem értem. Én nyomok egy gyorsítottat, gyerekek, hogy haladjunk. Az mi ez a rendőr? Semmi, kicsim. Nem tudom, egy gyorsított parkolást nem nagyon szoktam, de hát most, hogy haladjunk egy kicsit. Szabad, mint a szél. Itt a Gabez is. Gabez is megjött? Jó. Jól van. Oké. Lány nézek. Ja, igen. Hát még az is lehet. Nem, hát azért annyira csak itt viccelődünk. Elvicceljük itt a napot. Így van. Na nézzük, hányan vagyunk. Na nézzétek meg, hányan vagyunk itt. Azt a rohadt. Szóval itt tényleg összejövünk.
összejövünk itt a nagyvárosokban, nagyon sokan. Hogyha egy gyengébb gépe van azoknak, ilyenkor elkezd lagolni, meg minden. Na itt vagyunk Grazban, és akkor én közben, még a többiek még nem nézik, vagy nézik, nem tudom, hogy állnak. Ő gyerekek, Ostrava vagy Szeged? Na, Ostrava vagy Szeged? Jó kérdés, 400. Hát... Ostrava van, vagy Szeged, de ezek már csak ilyen 400-asok, ezek valami huncutkodtak, mert még eddig lehetett ilyen 200 kilométereket nézni, most meg már 400-ak a legrövidebbek, tehát tuti valamit átvariáltak, meg gondolom, hogy túlságosan gyorsan csinálták az emberek az eventeket, szerintem, az utakat. Na, tényleg leraktátok, hogy álltok? Hát nézek már én is Katalinhoz. Ja, te is már nézed, jól van, látom. Ügyesek vagytok. Nézem, csak... Hát én Ostravát látok, vagy Szeged, ezek a legrövidebbek. Gabesz, az... te hogy állsz? Az út hosszát kéne megnézni. Hát én az út hossza van szerint... Pozsonyba. Én az út hossza, az hány kilométer? Pozsony? 215. De te látsz ilyet, hogy pozsonyi úton. Aha, út hossza, felfele nyíl, arra rámész, és nekem a második. Én is látom a második. Várjátok, ár, távolság, lejárat ki. Út hossza. Javé. Az nem jó. Ja, hogy emígy. Jó, akkor visszafele rendezve. Út hossza. Út hossza... Én nekem akkor is Ostravát ad. Út hossza felfele nyílt, tudod? Hát ezt értem, de akkor is nekem nem ad olyat. Várjatok, akkor álljunk egy... Hát akkor frissítgetünk, akkor... Neki, és akkor igen, Zsoltinak is Pozsony. Nekem is. Út hossza felfele nyílt. Hát de nekem viszont... Ja, nekem várjatok, van egy Linz, most már van 200-as, igen. És nektek van Pozsony. Nekem nincs. Nekem Linz van. Nekem Linz van. Nézzétek már. Nekem, akkor megint frissítsek. Frissítsek. Ne menjetek sehova. A reklám után visszajövünk. Most már Linz is eltűnt. Hát lehet, hogy akkor a Prága. A francba. Igen, nekem, mert nekem mikor leadtam a fuvat, a jelenlegi spedíciós ajánlatra nyomtam rá. Nincsen gyerekek. Nagy baj van. Linz, nekem Linzet adja. Nektek Linz nincsen. Nektek Linz nincsen véletlenül, mert az is 200 kilométer, de én Linzen kívül... Nekem nincs. De akkor kilépek így, és akkor de... csak simán a fuvarokon keresztül nézem akkor meg. Mert ugye jelenleg is pedíciós ajánlatot néztem. Út hossza. Nézem. Hát most nem ott vagyunk, Málaci. Itt van egy Prágám, de Grazban nagyon messze vagyunk. Van. Nem tudom miért. Lóri! Beírom, hogy Pink, azt mondja Gerle. És tényleg kiadja az összeset, de... Hát, van egy Linzbe. Hát Linz, azt mondom, igen. Na, az nincs meg nektek véletlenül, Zsolti, de, Linz. Na, akkor igen, Zsolt Flusher, neki is van Linz. Zsoltinak kéne akkor még, hogy reméljük, hogy Zsolt Game-nek is van. Szia, Tiger! Köszönöm! Zsolti, neked is megvan. Az a baj, Zsoltival nem tudunk így beszélni. Neki is megvan, szerintem biztos. Gerle, neki is van. Hát reméljük, hogy Zsoltinak is megvan. Reméljük, hogy Zsoltinak is megvan Linz. Úgyhogy szerintem... Oké, Petra, menjél Katához, így van. Na, akkor én szerintem... Zsolt, megvan, jól van, akkor menjünk Linzbe. Jó. Okay. Menjünk, én is rányomtam. Én is. És itt is van a fuvar, itt kell felmenni. Még nem dobtak ki, még itt vannak a többiek. Ja.
Ó, már Axel fel is vette a fuvart. Én itt állok. Jaj, Edu, meg mindenféleket írnak. Szia, foltos ló! Szia, Tomi! Ja, azt mondja Tomi, hogy még csak 160 ezer van meg, úgyhogy van idő bőven, jól van. Jó, akkor még van idő. Jó, ti hogy álltok? Nem látom a többiektől is. Ott egy gerle. Gyere, Gerle! Reggelethetne már 5 óra 46 perc, azért világosodhatna már. Jó, egy nagyon picit, én szerintem kijebb megyünk a lámpák miatt, és akkor ott összevárjuk egymást, jó? Jó. Ó, de öröm látni, hogy tele vagyunk ilyen zöld pöttyökkel itt a térképen, hogy sok a barát. Megállunk, mert lámpa van akkor, akkor egy kicsit úgy is össze kell várni egymást. Várjuk össze. Szevasz, Gyufi Fan! Na, Foltosló is most kezdi az eventet, de hát igen, Katalin is most kezdte. Nekem... Igen. Nekem azt hiszem, ezen kívül még egy van, tehát ez a 11. Azt hiszem... Itt vagyok mögöttetek, mehetsz. Azt hiszem, ez a 11. és nekem egy van már csak. Szia, Foltosló! Hát én most ezt nem... Én már a gyerekek most nem állok meg, mert hogy... Jó. Kamion sincs sehol, amit elüthetnénk. Heli! Mi van? Mi a baj? Na, oké, okay, Petra. Uki, köszi szépen, lájkot. Szevasz, Tremmel! Autópályán összevárjuk egymást, mert látom, hogy le vagytok kicsit maradva most. Összevárjuk itt egymást Linz felé. Na. No. Majd ki is megy előtte? Ó, nem látszik innen. Ki megy előtte? Én. Ja, nem? Hogy te mész elől? Aha. Ja, Gavesz, jó, bocs. Ó, most meg már későn fékeztem. De álljunk ide, leállok ide. Nagyon picit menj már még előrébb, Gavesz, és akkor beállok ide mögéd. Szia, kollega! Egy nagyon picit Gabesz még megy már előrébb, és akkor beállok én is ide a leállóságba. Hogy vagy, Imi? És akkor itt összevárjuk akkor a többieket. Ott jönnek már. Nem tudom, hogy mindenki itt van-e. Igen, ez Zsolt Game. Jól van, jönnek szerintem. Akkor indulhatunk, Gabesz. Indulhat szerintem, mert most már utolérdek. Uh-huh. A Sim 1-en vagyunk. Foltos ló. Szim 1, és hát most indulunk igazából, hol is voltunk? Ez Grázba volt? Á, most nem tudom, hogy hol hát voltunk. Hát Grázba voltunk. Grázba voltunk, jó, és akkor most indulunk Linz felé. Igen. Ó, de szépek ezek a hegyek ott. Hogy kibányásznám, hogy valaki adna egy csákányt, szétütném. Mióta megy a live? Hát ez tulajdonképpen nem, most nem régóta, mert ugye én délőt csináltam, de hát ez is már 42 perce. Hogy telik itt az idő? Hogy telik az idő, gyerekek? Nagyon. Úgy durván, igen. Mi újság veled, Dad? Te is még dolgozóba vagy? Vagy már otthon? De ez az új... Ez új kis kamionkám. Ezt ma reggel sikerült. Ha hazaért a fiam, azt ma reggel sikerült összeraknom.
Mit? Ezt az új Renault-t. Ezt ma reggel vettem. Ja. Nekem is új, de úgy tesztelgetem. Amúgy nem olyan rossz, mint amilyen számítottam. Ugye eddig nem voltam nagy Renault-s. Próbálgattam én korábban is, de ez úgy egész normálisan megy, viszonylag most semmi rosszat nem tudok mondani, most elég jól megy. Köszönöm szépen, Zsolt, jól vagyok. De most akkor, Imi, most akkor min fogod játszani az ETS-t? Mert ugye az ETS az csak PC-re van. Telefonra is. Ja nem, bocs. Nem, összekevertem, bocs, nem. Tényleg csak... De van, én úgy tudom, van telefonra is valami nem, ilyen... Nem, ezt nem tudom. Azt már nem tudom, hogy ETS az van-e telefonra. Na nyisd fel! Hello, kifizettem. Ne lustálkodjál. Kibannol téged ki, nem bannol, Petra nem bannol téged senki. Van telefonra is, azt mondja Tommy, és abban is van multi telefonra, hát aztán nagyon kíváncsi lennék. És hogy kell irányítani, igen, így van. Forgatod a telefont, vagy az újaddal kormányzol, vagy hogy csinálod? Vagy kell hozzá egy kontroller? Ja, Májki kapitány! Van ETS 2 telóra is. Tényleg azt nyomod? És de hogy irányítod? Mivel? Az ujjaddal, vagy kontrollerrel, vagy így mozgatod a izét, és akkor a gyroszkóppal, vagy hogy irányítod? Döntöd a csak telefont, a aha. Igen, hát erre gondoltam én is, hogy így is, úgy is. Ja igen, megvetted a kormányt is, igen, azt tudom. De nem raktam össze eddig a képet, hogy most akkor hogy játszod. Tehát... akkor PC-n jól van. Petra, te... Még úgy nézem, hogy tehát új nézőnk vagy, hogyha van Facebookod, Steamed, különféle elérhetőségek, vagy Discordod esetleg, akkor ezekről mindegyikről ott van a videó alatt, és be tudsz lépni, ahova szeretnél, és akkor a kapcsolatot jobban tudjuk tartani. Bármilyen jellegű, tehát akár Facebook, vagy Discord esetleg, Steam, együtt is lehet játszani, úgy mint ahogy most is, mert hogy ugye látszik a térképeken, hogy zöldnek látjuk azokat a kamionokat, akik már Steamen össze vagyunk barátkozva, és hát sokkal könnyebb mindenfajta játékot így játszani. Így van. És azt lehet forgatni jobbra-balra. Ja, neked? Aha. Most a telefonos ETS-ről beszélünk, hogy ezt hogy irányítják. Van, aki döntögeti jobbra-balra a telefont, vagy át lehet állítani az ujjával irányítsa. Azaz ki mondja, hogy egy kormányt lehet az ujjával tekergetni. Hát a kamion az nem rózsaszín vidra, tehát az csak a fuvar. Tehát a kamionom az ilyen kék. Hát amire én festettem, de maga a fuvarok ilyenek. Hát ez egy ilyen rózsaszín szallag. Rózsaszín szallag, ugye, mert az a küldetésnek, vagy nem mindig küldetés, mondok, kihívás a neve, és hát nem elég, nem, én szerintem nem lehet elégszer elmondani, hát mondjuk el, hogy miről szól, ugye a Melráknak a világnapja alkalmából csinálták ezt az eventet. Úgy tudjuk, hogy így van. Persze. Hát
és hát nekem már most az utolsó előtti, és elvileg utána megkapunk egy ilyen 2 euró körül van, vagy, vagy 1,99, vagy durván 2 euró körül van ez a DLC, amivel ugyan nem tudom, megkapom, nem tudom, mit fogok vele kezdeni, mert valószínűleg nem fogom újra színszalagra festeni a kamionomat, de, de hát mindegy, szóval megkapjuk. Nem tudom, azt mondta nekem a Gebbe, hogy nagyon jó a DLC. Igen? Tehát, megkapjuk. Én szerintem ők levitték a fuvarokat tegnap. Jó, hát majd meglátjuk. Hát most már majd elmesélem nektek, én már nem sokára megkapom. Köszönöm szépen a feliratkozást. Hát jó, te. De akkor el ne árult, hogy mit kaptál. Igen? Hát pedig, hogyha elárulom, az pont egy ösztönző erő, mert lehet, hogy kapsz egy rózsaszín bögrét az autóban. Én fullosan föl vagyok ösztönözve, tehát fel vagyok spanolva arra, hogy én megszerezzem ezt a DLC-t, tehát én ezeket az utakat le akarom vinni, már csak a női mi voltomból is, úgyhogy ne áruld el. Jó, jó. Az én nézőim látni fogják. Én szeretem, amikor lyukacsos az oldalam, tudod, mert ja, furda a kíváncsiság. Tehát a már alapból... Nem szeretsz biztosra menni, te szeretsz ilyen bizonytalanságban élni, hogy nem tudod, hogy mit fog történni. Hát de figyelj, ez egy virtuális világ, ha más nem fogom, kikapcsolom a képet, és akkor nem érdekel. De, hát oké, értem. Hát ez olyan, mint amikor elmondjuk, hogy mi lesz a film vége. Tehát gondolom, hát értem én, hogy te majd te szeretnéd megtudni. Nem mondjam el, hogy mi lesz a film vége. Igen. Megölik-e Darth Vader-t a film végén, vagy nem? És én ezért szeretem megnézni a Piedona filmeket is sűrűn, mert hát, ha most más lesz a vége, mint eddig, vagy valamiért. Ja, én nagyon imádom nézni a Piedon is. Ötös. Kéne vasas kamion. Várjátok, itt le kell menni. Jaj. Addig olvasom itt a csetet, majdnem elnéztem. Szia, The One Gets C, és köszönöm neked a feliratkozást, illetve üdvözöllek Omre Tata. Igen, Katalina is mi a stream, aki esetleg még nem tudná. Gets C-nek köszönöm szépen a feliratkozást. Szia, Batka, szép napot neked is. Katalina is mi a stream, és a csatornája ott van a videóm alatt. Szintén zenész, tehát nekem is a Zaxel csatornájának a linkjét megtaláljátok a streamem alatt. Úgyhogy oda is át lehet ballakni, feliratkozni. Aztán gyorsan visszamenni, igaz? Így van, aztán gyorsan vissza. El ne felejtsétek, hogy honnan jöttetek. Így. Már csak 14 kilométer, úgyhogy gyorsan megérkezünk. Igen, mindjárt itten vagyunk. Hát a vidrennyerővel te rád is mit mondhatnak, ami a Shadow Girl, tehát rád is azt gondolhatják, hogy te is angol vagy, nem? Gabelsz, itt vagyunk. Nyomhatod? Tolhatod, Gabelsz? Ja, volt, csattantam az előbb. Ja, igen? Nem is figyeltem a szalagkorlátot, hogy rózsaszín lett. Rózsaszín szalagokat szállít mindenki, de hát akkor gondolom, hogy minden csupa rózsaszín szalag. Ja. Igen, van Volvo is. Batka, köszi a feliratkozást. Nem történt le csóval semmi, Mark, vagy Andi. Szerintem sem. Ho, itt vagyok. Már összeérünk, nem tudok. Nem tudok se hátrább, se előre, se ki, se be, se nyílt. Igen, teti a YouTube-ot. Piros, most sárga, indulhatsz. Csak megsugom, én is ritkán beszélek. Hó, te lekapcsoltad, gyere vissza, lekapcsoltad, Gabez, gyere vissza. Lekapcsoltad a pótodat, gyere vissza, Gabez. Ilyet is ritkán látni. Jó, és nincsen semmi baj, gyerekek, álljatok meg. De én már nem tudom kikerülni sem, mert annyira összeérünk, hogy nagyon. Na most már legalább újra piros lett, nem baj. Nem baj. Nem tudom, Mimi. Ez baszt, mellé nyomtam. Ha nem baj. Jó van, de ilyet is itt kell látni, úgyhogy... Jó, lett egy kis dugó mögötted. Hát srácok, hiába nyerőd, tehát
És hol vagyunk? Linzbe vagyunk. Linzbe vagy. És még mindig le vagy kapcsolva? Nem jó, le vagy még mindig kapcsolva. Nem. Hát én úgy látom, lehet, hogy rosszul látszik. Nem tudom, ki kerülje ki, aki tudja, mert én se tudok hátrább tolatni. Kerüljetek ki nyugodtan, aki ki tud kerülni. Ja, most már rajtad van. Jól van, én is most már elkanyarodok. Itt van egy foltos ló is. Jól van, hát ez vicces volt. Nem tudom, mi lehet volna, ha nem szólok Gabesznak. Ott veszi észre, hogy valami nem stimmel. Hoppá, ez az autó is, ez be akart menni, de ez nem fog összejönni. Gabesz, nem tudsz bemenni? Thanks, friend! Thanks, friend? Honnan tudtad, hogy a friended vagyok? Elnézést kérek közben. Itt megfulladok, hallod? Ja, nem hiszem. Mit csinálnak ezzel? Attól nem akad le. Hó. Na, én gyors lekapcsolás, mert nem akarom vele húzni az időt, mert nekem is hát hamarosan ezt egy fúval tudok levinni, és aztán utána nekem el kell. Tehát olyan 3:45 körül legalábbis el kell, hogy menjek itthonról, úgyhogy addig tudok maradni. De az alatt szerintem pont meg lesz, mert ugye nekem már most a 11. megvan a 12-ből, tehát már csak egy utolsót kell még valahogy. Egy utolsót. Utolsót. És el is kezdem nézni. Igen, biztos, hogy véletlenül megnyomta, ha Adrián is jön. Hát majd, tehát én mondom, tehát én nem tudok nagyon sokáig maradni már, viszont Katalin, ő mindenféleképpen végig szeretné vinni az összeset, tehát ő most rákészült, hogy mind a 12 fuvart leviszi, úgyhogy tehát hallod nyugodtan... Hallom. Tehát úgyhogy azért, mert én majd hát megcsinálom ezt az egy fuvart, ez még 248. A Prágát nézzétek, Zsolti, meg mindenki. Hagyd itt a streamet, addig majd Katalin beszél, addig jaj. Nem vagyok, nem, én Axel vagyok, nem Zsolti. Zsolti csinált értek. Szóval Prágát nézzük. Gabesz, neked van, igaz? Az előbb mondtad. Akkor Katalint várjuk még, meg Zsoltikat várjuk, hogy szóljanak, hogy náluk mi a helyzet. És hogyha megvan, nekik is. Hát ugye én már délelőtt streameltem, és már úgy megcsináltam, hogy 3 fuvar volt hátra. Szerintem neki is van. Jól van, Zsolti. Csak megvárjuk akkor még Katalint, hogy ő is... Megvárjuk Katalint is. Csak fél óra, igen. Ezt alulom is lehet kiásnák. Jönne valami jó akarom, aztán kiásnál nitrátot alulom. Tegnap Zsolti alul én. Oké, Zsolti, Flössernek is megvan, csak Katalint várjuk, mert nála nézem a streamet, és ő most elhagyta a fedélzetet egy picit, ugye hát otthon van a kisgyermeke is, és hát képzelt, hogy csak megvárjuk, hogy ő is el tudja fogadni, mert addig nem tudjuk. Na. Úgyhogy aki esetleg még nem járt Katalinnál, oda is át tudtok menni egy like-ra. Hamarosan előkerül. Ez a Sim 1, a Simuláció 3, mióta van? Hát nem olyan régóta változtattak, és akkor ilyen más nevük lett. Nem olyan túl régóta lett. Nézem, Katalin még. Katalin is közvetíti a szobáját, de még... Nincs ott senki. Na, ezt pedig meg kell várni. Szia, Gerlém! Neked is megvan? Megvan a Prága? Ki fog minket hajítani? Az a baj.
Hát nem hiszem Tremmel, mert itt Katalinnál vagyunk most, ő meg, tehát nem az enyémen vagyunk, hanem Katalin Discordján vagyunk. Úgyhogy oda nem. A Gerlinek is van. Nekem már nem kell, kicsit megnőttem. Hát a Katalin is elszállt egy fél. Mit mondasz, Gavesz? Mennem kell, kicsit megnőtt a mozgás, aztán... Ja, ja, jó van, jó, jó. Hát majd akkor csatlakozol Katalinhoz utána, hogyha esetleg én már nem leszek. Hát, majd ha tudok, akkor jövök majd még. Na jó, féljetek. Jó, hello. Hát csak, de bent maradhatsz attól itt, maradj itt bent, hogyha gondolod, vagy te tudod. Nem, mert most kilépek egy kicsit. Ja, akkor jó van, jó, jó. Jó, jó. Hát az, az, hogyha neked megadja, megadja, de az nem, nem olyan publikus cím Tremmel, tehát oda nem tudsz, nem tudok. Na, látni. Itt vagyok. Na, akkor azt nézd már meg, mert nekünk megvan a Prága mindenkinek, csak már te vagy a kérdés. Kicsit megmozdítom magam. Hú, majdnem megfulladtam, hallod? Igen? A? Egy élőadásban. Igen, mert beteg voltam. Figyelj, de élőadásban, ez egy nagy, nagy híre lett volna azért, a híradóban benne lehettél volna, hogy a streamer élőadásban megfulladt. Na, nézd meg, légy szíves, hogy mert én engem is kifognak, meg a többieket is kilökik innen, hogyha nem nézed. Bocsánatot kérek. Nem, beteg voltam 2 hete, és még azóta is csak gyógyulok. Hát akkor jobbulást. Na. Linz-Prága. 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 Van. Na, akkor azt fogadja el mindenki. Jó. Hurrá. Ami ki nem hajítanak innen. Shadow Girl, igen, ő a kis Vidra, csak minden héten más ja, a neve, Vidra. De... de... Várjátok, hol van? Nem jó, nem jó, hát itt van a fuvar is. Vissza az egész, mehetünk vissza. Vagy nem? De jó látom. Persze, meg igen. Úgyhogy aki szeretne, a Zsolt Game is szerintem végig szeretné vinni az összeset, nem tudom, hogy ő hanyadiknál tart, mert ők is csinálták már tegnap, de Katalin viszont még az elején tart a dolgoknak, úgyhogy aki szeretné majd tényleg kamionozni, konvojozni, végigvinni, az jöjjön, és én nekem valószínűleg én már nem fogom tudni, hogy hát én nekem meg lesz, de viszont Katalinnal meg le tudjátok vinni. Csába. Szeretné. Van mindenki egy fuvarra áll rá, ugye? Akkor nem látom. Hát az olyan, igen, az olyan, olyan. Azért megyek is innen kifele, hogy tisztuljon a kép egy kicsit. Tisztuljon a kép! Hello! De tényleg itt megyünk át egymáson. Hello, hello! Ki ez a hello, hello? Nem tudom. Hello, hello! Ez a Ford Fairlane-ben volt. Köszönöm. Szia Dorci Morci. Vidra Morci Dorci. Hát nem Gerle is kérdezi, de Gerle, te, én úgy láttam, hogy te bent vagy Katalinnál amúgy. Én úgy láttam pont most, hogy beszéltünk, csak hát a Katalin nincs annyira, hogy publikussá téve, mint a miénk, hogy bárki bármikor beléphet, tehát ő még, tehát ő úgy csinálta, mint ahogy nekünk ezek is valamikor egyszer régen volt, hogy még nem tettük ennyire nyilvánossá, de úgy tudom, Gerle, egyébként te benn vagy. Ja, jön Adrián is. Ajaj. De ezeken az utakon nem szeretek belebújni senkibe. Adriano ne. Intertran nevű cirilbetűs barátunk. Na, Axel? Tessék? Azt nem tudom, ez az Intertran, ez mit akar itt csinálni? Jó, ő csak szeret, hogy félreállt. Jól van. Aha. Az úgy jó. Az úgy is kell, nem? Hogy a lámpánál félreállt. Tehát az nem nagyon, az nem nagyon félrevezető, hogy most mit akar csinálni. Jól van, én felvettem, megindultam, és akkor látom, hogy még van, aki most jön ki a kapun, a zöldek közül. Úgyhogy még így óvatosan szerintem menjünk. Szevasz Esmeralda.
Jól van. Én szerintem indulhatunk. Zsoltik. Zsoltik. Mehettek. Szia, Dorci Morci. Ő is a vidra. Ja? Ez GTA, igen. Ez már az újabb, ez GTA 6. Ez kamionnal kell játszani. De van 8. Úgy tudtam, hogy a 8. Nem, hát viccelődnek néha. Én is megszoktam néha ilyeneket, szoktam én is kérdezni a játékot, nem? Sőt, ez a kockátalanított Minecraft. Ja. Kockajáték. Hát a jó csajhoz át tudsz menni, Esmeralda, akárhogy is hívnak, át tudsz menni megnézni Katalint, a videó alatt ott van a linkje Katalinnak, és nézzél át hozzá. Gerle írja a foltos pacinak, hogy hátrább megy, mert egy kicsit mellulom. Hát beszéljél vele, aztán majd meglátod, hogy mit fog szólni. Ne üzengessél, hanem ő nála mondjad. Hát tudom, hát ezt Dóziát látom. Vagy hát gondolom is különben. Igen, kacsám, ez egy Minecraft Tracker Edition. Jó a megfogalmazás és a meghatározás is. Remek. Nézzük, dolgoznak? Dolgozik. Jó, van. Mozgó. Szia, Esmeralda. Na, Esmeralda. Ő mondta az előbb, hogy mit csinálna a hangoddal. Mondtam, hogy akkor nézzen is meg, akkor... Mit csinálna? Hát... Valamit csinálna a hangoddal, egy szexuális jellegű dolgot. Jézus Mária. Mondtam, hogy ezt beszélje meg veled. Ne üzengessen. Én nekem nagyon jó vagyok. Főleg köhögés terén, így megfázás után. Megfulladni azt meg tudok, hamar. Nem, tehát eszméletlen volt ez a betegség. Én ebből alig tudtam kigyógyulni. Kicsik is vannak. Jaja, mennyire kicsik. Nem vagytok ti már ilyen kicsik, Dorci Morci? Hát nem. Itt bezegenkor nincs egy moderátor se, de ott van Sózsi Mikéné, dehogy nem. Ott van Kata. Szóljatok neki, hogyha olyan dolog van és nem látta, akkor majd intézkedünk. Hát Katalinnál kint van a 18-as karika mindig, tehát ő nála... Nálam kint van. Ő nála, hogyha olyanokat mondanak, se gond. Ez az új Renault, de amúgy nem olyan, tehát ahhoz képest, hogy egyébként 520 lóerős, de úgy tudtam tartani a tempót úgy másokkal, akinek erősebb volt a kamionja, tehát úgy viszonylag nem rossz kamion amúgy. Sokszor olyan vagyok, mint egy dohány volt, kim van a 18-as karika. És te is káros vagy az egészségre? Nem cigarettam. Én? Mert... Néha az emberek életére is. Nem, hiszen csak egy viccbe adtam. Én is. Jaj, és már holnap dolgozni kell. Te is nyomod a fuvarokat ezzel? Hányadiknál tartasz, Kata? Micsoda? Kata is mondja, nem te, hanem a Sósi Mikéné, ja. Kata mondja, hogy ő is nyomja a fuvarokat ezerrel. És akkor az ő férjével játszottam délelőtt, a Imikével, és mondja Kata is, hogy ő is nyomja, csak kérdeztem, hogy hanyadik fuvarnál tartanak már. A férje elment dolgozni, a 9-et viszi. Jó, akkor neked is hamar vége lesz már.
Billentünk egy kicsit, az éles volt a kanyar. Megbillent a kamionom. És azt vettem észre, amikor már billent vissza. Na. Igen, már közben, hogyha lefele is lejt, ráadásul, akkor dob rajta. Igen, mert mennek itt előttem itt 600 ezerrel, és én is így nem is a kilométer órát nézem meg a többit, csak őket, hogy az ő távolságok, aztán könnyen meg lehet viccelődni. Nóri! Köszönöm! Visszajöttem a Facebookom. Na, akkor ott van a Facebook is a videó alatt. A Discord link is ott van, hogyha az is van. Én hanyadikat vontatom? Hogy hanyadikat húzom? Szerintem ez a harmadik köröm. Azt hiszem, igen, a harmadik lehet, igen. Ja, biztos is, hát nekem három hiányzott, és nekem most lesz meg a 12. Igen, neked ez a harmadik már. És a legvégén nem mondjuk el Katalinnak majd, hogy én mit kapok, mert valamit fogok kapni. És ti látni fogjátok, Katalin nem akar tudni se róla, ő nem szeretné látni a film végét, majd csak nem hogyha bizony. Odaér a végére. Tehát mi azért megnézzük, hogy mit adnak a fuvar végén. És szerintem nekem ez lesz, sőt, hát biztos is, mert 15 óra 9 perc, tehát nekem biztos, hogy ez lesz az utolsó fuvarom, viszont majd Katalinnál meg tudtok tovább menni, vagy nem tudom, Zsolt Game ő streamele, mert nem tudom, hát szokta ő is, de most én nem vettem észre, nem láttam. De lehet, hogy ez az értesítés, nem, ez nem az. Ez Katalint jelzi. Szóval nem tudom, ők még szerintem mennek tovább a többiek, akinek nincs meg. Katalin is végig akarja vinni, elszánt, úgyhogy bele tudtok majd még tovább menni, aki szeretne. Szia Petra! Meglepi lesz. Szia, a Katalinnak, Gyula. Hallod? Meglepi lesz a Katalinnak. Lesz valami meglepi. Mondj egy kicsit. Éhes vagy. Hát nem régen édeltük. Hát... Akkor még egy kicsit kibírod, jó? És akkor utána elmegy. Este hétig kibírod, aztán... Nem, délután nem kell neki. Egy csoki, nem tudom mi a, tehát igazából ja, tényleg nem tudom mit kapni. Ott megy előttem, látod? Uh-huh. Ó, éles kanyar. Praha előtt már nem szeretném. Az hogy le, hogy 96 kilométer, még annyi van hátra. Nem most vagyunk Praha? Vagy én elnéztem valamit, rossz irányba mentem? Ez lehet? Nektek hány kilométer, Katalin? Jó, irányba mész, megyek utána. Igen? Jó. Akkor jó, jó. Itt vagyok valahol. Csak már lehet, hogy elnéztem már, vagy gondolom biztos. Igen, F6-ot nyomok egy pillanatra, nyomok én. Hát ugye most megyünk, Prágába megyünk. Prága lesz a következő. Szia, Danu! Levitted már a fuvarokat? A Merrákos Nők világnapja van, ami alkalmából ilyen szallagos kamionokat kell vinni, 12-t, és utána adnak egy DLC-t. Csak most mindenki ezt húzgálja. Danu, te is nagy, erős nő hírében állsz. Szereted szerintem az ilyen dolgokat. Meg hát ugye most Katalin is azt mondta, hogy mivel ő is, mint nőként, ezt még hát fokozottabban... Hát szégyen lenne nem megcsinálni. Igen, és hát ő is ezt mindenféleképpen leszeretné vinni. De hát mi férfiként is levisszük, fejet hajtunk. Hát amúgy is levinnétek, meg kell a DLC-t. Hát én nem tudom, hogy mit tudnék kezdeni egy ilyen rózsaszín DLC-vel, de azért levisszük, tehát nem tudom. De én nem azért viszem le, mert annyira kell, mert nem hiszem, hogy... Sokat tudok kezdeni egy rózsaszín DLC-vel, de attól levisszük. Jaj, de hallod, olyanok vagytok már, hogy rózsaszín DLC. Hát most érted, de hát most én mit... Na hát... Ez
egy... Én meg kapom itt a füleseket folyamatosan, hogy fú, vidd le, kurvára megéri, stb. Stb. Ilyeneket mondanak, okay, de nem tudom igazából, hogy mi lesz előre. Meg lehetne venni külön a DLC-t, de mivel leviszed az eventet, onnastok ez nem csak a DLC-t kapod meg. Nem tudjuk még, mondja. Mindjárt ezt én most leviszem, figyelj Danu, 60 km, és meglátjuk, mert nekem már csak ennyi van, nem tudom, mit kapunk. Azt mondja mindenki, hogy nagyon megéri, meg minden, de nem tudom mit. És Katalin nem is akarja tudni, tehát hogy ezt majd csendbe kell megmutassam nektek, hogy mit kaptam, mert ez meglepetést akar ő is, úgyhogy... Vámeres, Zsolt, öregem, az úgy kikanyarodott elém, mint ahogy az elő van írva. Se index, se semmi. Hát, itt is megkaphatod amúgy, hogyha úgy viselkedsz, meg olyanokat írkálsz. Szegény Eszmeraldát törölték. Ja, igen, ott írta, hogy letiltották a másikba, azért mondtam, hogy hát ha úgy... Hát, igen, Dexter, tehát a srácok olyanok, tehát hogyha egy kicsit eldurul a helyzet, akkor hát, már... Igen, hát ez, de ez nálunk is így van, úgyhogy... Persze. Oké, okay, hülyéskedésnek is van egy határa. Hát igen. És onnantól trollkodásnak hívják. Semmi baj, Zsolti! Semmi baj, Zsolt! Tényleg? Bózi. Na, ezt majd meglátjuk. Micsoda? Közben csetet olvasok ezt a Kerék Petra üzeni, igen? Hogy mond Axelnak, Katiná vagyok, Léci. Jó, 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 oké. Okay. Hát ő ide-oda járkál, de hát az jó. Köszönöm szépen a feliratkozást. Vajátok, azt hiszem most van negyed. Mancs zónának. Igen, Danu. Vajátok egy picit, mert most van negyed. Ez jelezte a telefonom, hogy nekem hamarosan, úgyhogy pont úgy érkezek meg, hogy ahogy kell. Így volt kiszámolva. Ahogy kell. Így volt kiszámolva a dolog. Igen, meg kezdhettünk volna később is, csak az a baj, nekem meg az nem lett volna jó. Ja, hát Dorci, te nem, téged nem fognak letiltani, hogyha rendesen viselkedsz. Dorci Vidra. Szevasz Tigris! Tudjunkra ment a rád, köszönöm, basetmentes közlekedés, most egyszerre nézlek Katalinnal, így van, így is kell csinálni. Így is kell. A 17 km már nekem van. Csak. Többieket. Ops, előttem meg itt vannak a kínainak. Szengúr. Ti le vagytok ennyire galaxi maradva, mondjuk nézzük már, hogy hogy állunk. Ennyien vagyunk a városban, azt a... De Kelly, ja 700, akkor te le vagy egy kicsit maradva tőlem. Jó, hát én egy kicsit jobban nyomtam már, mert nekem már idő van, de hát, meg hát én nekem most itt, én már rohanok az ajándékomért, érted, tehát. Érted? Ő siet, ő szalad. Lesz egy körforgalom. Ali! Körforgalomnál pedig tovább kell menni egyenesen. Hada. Jó lesz. Most már itt jobban kell figyelni. Jó nő, hát de kattintsatok át, Katalinnak a linkje ott van a videóm alatt. Lehet, nem mernek itt. Hát de, hogy nem, biztos. Félnek a pokoltüzes kénkörétől. Jó, hát én átjövök igazából, itt még tovább egyenesen, igen. Én átjövök, mert senki nem állt az utamba. Ó, elcsesztem az irányt. Na mindegy, körbe megyek akkor. 2 kilométer, és már mindjárt ott vagyok. Ez még egy körforgalom lesz. Na, Prága hiába nagyváros. Kicsit sokat kell itt forgalódni. Igen, én is elcsesztem az irányt, itt a körforgalomba fogok bemenni. Egy utcával arrébb. Istenem, de hogy közlekednek? Az utca végén. Utca vége fele, jaj, itt leszünk valahol. Na
kell lemenni jobbra? Na, 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 induljunk. Itt van Nem Tudomka előttünk, csupa kérdőjel a neve. Nem Tudomka. Mert csupa ugyan a neve, hogy, hogy nem is tudom, vagy 8 vagy 10 kérdőjel ez a neve. De azért mondom, hogy biztos, hogy nem tudom. Köszönöm szépen a feliratkozást. Szel. Ja, hát Emrandira, hát akarom, úgy járjon, a, úgy járjon a gyermekem, hogy áll az iskola előtt, és nem megy érte senki. Na, elvileg gyerekek, az a helyzet, hogy esemény teljesítve. Kicsit arrébb megyek majd, ne a kapuba álljak, vagy nem tudom, hol állok. Nem a kapuba állok. Ura, az már jó jár. Akkor én itt meg is állok. Ne állítjuk. És megnézzük, és nem mondjuk el, hogy mit kapunk. Halljátok, esemény oldalának a megnyitása, elvileg. Hát ezt most nem látjátok, akkor nehezen fogom tudni elmondani. Húha, nagy baj van. Hát nekem most esemény oldalának a megnyitása, és... Igen. Mit csinálsz most? Felhasználom a név jelszó, és ezt most azért el kell gondolkozzam, hogy hogy is van, nem tudom. Viszont azt mondja egyébként, most bejöttem az esemény, és azt mondja, hogy vagy számol, ne, nem számol vissza, 15 óra 19 perc. Csatári Bécsen, köszi a feliratkozást, 15 óra 19, és ez növekszik az idő, akkor, akkor az nem tudom, perc ebben a játékmenetben. Jaj, és azt számolja, hogy én mennyit játszottam. Nem biztos, hogy szerint igen. Nem hát, tudom, hogy hogy van. Most így hirtelen, tehát én se sűrűn szoktam belépni, ugye aztán Most ezt én se, ja, én se tudom, hogy ez hogy van, de most megpróbálok azért belépni. Hogyha sikerül, akkor belépek. Már most ez jó keresztkérdés volt, hogy mi itt nekem a felhasználó név jelszó, de nem jó jelszom. Tehát, hú, gyerekek, ezt nem fogjátok most megtudni. Akkor én azt javaslom nektek, hogy maradjatok és nézzétek Katalint. Mert Katalinnál fogjátok megtudni, hogy mit nyerünk, vagy mit nyertek. Ugyanis... De én sem viszem itt most végig. Nem viszed végig? Sőt, szerintem én is most itt most befejezem a streamet. Mert még vannak nekem is dolgaim, ugye? Aztán én majd maximum még este ülök neki folytatni tovább. Ha még nem kell boltba, meg ilyen dolgaim vannak. Jó, hát még akkor... Még meg is kell fulladnom. Ja, akkor, viszont nem tudtuk meg, hogy mi lesz, de Facebookon már ki fogom tenni a fényképét, vagy a képét, a, hogy egyáltalán mit kaptunk, vagy legközelebb majd megmutatom, de akkor ezt most így nem tudjuk meg, gyerekek, nagyon sajnálom. Igen, én is kiteszem Facebookra. Ezt így nagyon sajnálom. Ez nem is tudom, hogy ez is, hogy ez most itt például látszik a streambe, de most én mire tudok itt rámenni? Hát böngésző, meg ilyen, hogy tüntetem ezt innen el? Nem tudom, tisztában be van itt, ezért van minden. Jól van, nem érdekes. Jól van, meg van itt gyagyulva minden. Na jól van, én megköszönöm, én nekem mennem kell, köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy végignéztük, meg fogjuk tudni, hogy hamarosan, hogy miket lehet nyerni, de most nem jöttünk rá. Sziasztok, én sietek is. Majd. Köszi Katalin, Gabesz, Gerlének, mindenkinek, nem is sorol már fel mindenkinek, köszi a feliratkozásokat, hogy meg, hogy itt voltatok, meg, hogy a kamionoztunk, sziasztok, jók létek, szép délután. Szia, Axel. És Axeltől most elköszöntünk.